Na sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai legújabb videóban. Most ismét ilyen traktorokat fogok bemutatni, ugye korábban már volt ilyenekről videó, de most itt vagyok a ismerősömnél, és akkor itt van előttem egy MTZ 80-as, ugye ez látszik, hogy még a kiskabinos, hát nem tudom, használatban lehet-e, de annyira már, ahogy látom, be van nőve, meg stb. Ugye látszik, hogy ez az export kivitel, ugye ez a hűtőrácsából, ugye ilyen is van nekem modellben, majd lesz róla videó. Nem tudom, eléggé be van nőve csalánnal, látszik, hogy van rajta ilyen toló szerkezet, meg olyan rakodó, ő a kiskabinos. Illetve van 250-es MTZ is. Ők róla azt kell tudni, hogy ugye ezt a 50-est, ugye ez volt az elődje a 80-asnak, ennek volt a összkerékhajtású változata a 52-es. Ugye ezt a 60-as évektől gyártották, azt hiszem, hogy egészen 1985-ig, és ez már a második generációs egyéb, már szögletesebb az eleje, ugye a korábbinak ilyen gömbölyedebb volt. De ugye Magyarországra többségében ezek a szériák jöttek, úgyhogy ő így néz ki. Még egészen egybe van, úgyhogy így néz ki a belseje. Nem tudom, hogy mennyire fog látszani, de... Na, akkor üljünk be. Hú, azért nem semmi. Így néz ki. Itt van a kijelzők, itt van a kulcs is, van benne. Hogy így néz ki belülről. Az 50-es. Így akkor kiszállok. Jaj, de szűkös. Hát még vidéken azért szokták ezt használni, bár már sok helyen TSZ-ekbe is már korszerűsítenek, ugye. És itt van egy másik. Ugye ő így néz ki, rajta már ajtó nincsen, ugye ez is 50-es, ugye meg lehet állapítani többek közt a első kerekéből, ugye a 52-esnek olyan sűrűbb volt az első kerék, hát mint amit már láttunk ugye egy korábbi videóban. Úgyhogy ez már kicsit szét van kapva, meg hát ahogy látom nincs használatban, minden esetre ennek ilyen a belseje. És próbálom így megmutatni. Úgyhogy ő így néz ki. Ilyen belülről. És itt van az adattábla is rajta. Hát, ugye oroszul van minden. Hát ugye az 50-es rossz kell tudni, hogy ez volt a MTZ 5-ösnek az utódja, amit ugye általában csak 45-ösként emlegetnek, és ugye az volt az első típus, amit exportáltak, mert ugye a legelső MTZ az a 2-es volt, ami még nem került exportra, ugye olyan van is kiállítva a MTZ-nek a gyára előtt, mondjuk így. Egy ilyen jó megőrzött modell. Szóval ő így néz ki. Úgyhogy. És akkor itt van a másik. Van rajta ilyen, nem is tudom, ez valami vágó szerkezet lehet, ahogy látom. Ilyen hát, ugye ez az, ami még jobb állapotban van. Itt is van valami adott tábla, de le van kopva, meg hát rosszul van ugye ez is. Ugye ez így néz ki.
ilyen elhagyatott parasztház udvarán állnak. Még itt van a 80-as, még egyszer megmutatom. Ugye ezt még a mai napig gyártják, azt hiszem ugye 74-től, de már csak a nagykabinos verziót, meg hát ugye már fejlesztettek rajta, de vannak egyébként videók többnyire orosz nyelvű, amikben van erről szó. De korábban már mondom, volt videóm hasonló gépekről, így néz ki a hátulja. Na és akkor itt van még egy dutra is. Még így a végére meg ezt is megmutatom. Úgyhogy ő így néz ki. Nem tudom, hogy ez milyen dutra, majd aki ráismer, az megírja kommentbe. Ilyen. Na, úgyhogy akkor ezzel zárom a videót. Köszönöm szépen, ha megnézted. Sziasztok!